Mai beszélgetésünkben ismét a párkapcsolatról lesz szó, azon belül is, hogy miként tartható fenn az a bizonyos láng, mit tehetünk az intimitás megőrzéséért. Többek között arra is keressük a válaszokat, hogy mikor beszélhetünk elfejlődésről egy kapcsolatban, és milyen lehetséges okai vannak a távolodásnak, és van-e hatása a pénznek és a pénzügyi helyzetnek egy kapcsolatra. Meghívott szakértőink, Napek Éva klinikai szakpszichológus, Benke Vali Léria pszichológus, szexuálpszichológiai szakpszichológus, és Horváth Ádám szexuálpszichológiai szakpszichológus. Hát folytassuk akkor a témát, ugye az előző beszélgetésünkben a szexualitással foglalkoztunk, érintettük az intimitást is, és ennek kapcsán volt még Valinak egy a szünetben egy felvetése. Az jutott még eszembe az előző beszélgetésünk kapcsán, hogy azt szerintem nagyon fontos lenne, hogy a szexualitásról, az intimitásról lehessen egy ilyen, létrejöhessen egy nyitottság, mert hogy igazából valamilyen mértékben mindannyian érintettek vagyunk, hogy milyen kérdéseink vannak, vagy milyen elakadásaink vannak, vagy milyen problémáink vannak, tehát tényleg az fontos, hogy mi számít normálisnak, mi számít nem normálisnak, így a magunk hitrendszere szerint, de hogy akárhova is tesszük magunkat ezen az egész skálán, valamilyen módon előjönnek ezek a témák bennünk, viszont tabusítva van. Tehát, hogy van egy olyan ingeráradat körülöttünk, ami azt mutatja minden szempontból, hogy mindenki boldog, mindenki örömteli életet él, ugye ezeket látjuk a social media felületeken, és hogy innentől kezdve, mivel ez egy nagyon erős üzenet, hogyha velünk, nekünk valami problémánk van, azt kezdjük megélni, hogy velünk valami baj van, akkor azzal egyedül is maradunk, nem kezdjük el kinyitni ezt a dolgot. Nyilván az nem mindegy, hogy hol nyitnánk ki, de hogy sokszor teljesen magányosak leszünk, és nem vesszük észre, mivel nem beszélünk róla, hogy valójában mindenkinek van ezzel valamilyen fajta problémája, vagy tényleg egyszerűen csak foglalkoztatja a téma, vagy tényleg csak egyszerű kérdések akár, de hogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog lenne, hogy ez kinyitható legyen, és hogy ugye még amit itt említettünk, a transzgeneráció, és annak kapcsán, hogy ez hogyan gyűrűzik be a mi életünkbe, hogy nem kell sokat visszamenni, és ha meg belenézünk a történelembe, tehát, hogy azért a háborúk bennünk nem múltak még el. Tehát az, hogy az intimitás hogyan alakul, hogy hogyan zárjuk el az érzelmeinket, hogy hogyan tanultuk meg azt, akár tudattalanul, hogy akkor vagyok biztonságban, hogyha nem érzek, meg akkor nem fáj, hogyha nem érzek. Ezek egyszerűen átszövik az életünket, a szexualitásunkat, és hogy azt gondolom, hogy emiatt érdemes lenne ezt kinyitni, hogy egy ilyen kollektív traumafeldolgozás történhessen, és egyébként lehet, hogy ez történik is, nyilván ez nem egy pillanatnyi folyamat, és lehet, hogy az, hogy most itt beszélgetünk, az akár ennek a része. Szerintem ez nagyon fontos. Semmiért sem szakítottam volna félbe ezt a gondolatmenetet, nagyon szépen felfűzted, de közben kikívánkozott belőlem, hogy de hát Vali, azért hoztuk létre ezt a beszélgetést, és olyan jó, hogy te most ezt így alátámasztod, hogy igenis legyen olyan platform, ahol lehet erről beszélgetni, hogy a szünetben mondtad is Éva az előző rész befejezése után, hogy fú, azért ez jó negatívra sikerült, mert hogy milyen komoly, mély kérdésekben nyúltunk bele, és hogy majd biztos fog jönni, értetekokból feltételezed ezt, hogy fú, hát milyen negatív az egész, és nem tudom. Ez indukálta azt, amit most Vali is hozzátett, és utána Ádám is a szünetben ugye jóvágyólag bólogatott erre, hogy igenis a külvilág most nagyon sok felületen azt sugározza felénk, hogy minden makulátlanul rendben van, és hogy mindenki olyan csuda boldog, és hogy mindenkinek rendben van a szexuális élete, hát a gyereknevelés az meg abszolút mindenki tökéletes szülő, és ehhez képest, amikor egy ilyen témát felhozunk, akkor meg kiderülhet, és derüljön ki, hogy igenis, lennem én változtatni mindannyiunknak. Én is beletartozom, és hát ti is ezt mondtátok, hogy nekünk is van jócskán, vagy nektek is van jócskán olyan terület, ahol szeretnétek még fejlődni, és szerintem egy-egy ilyen fórum, ez nagyon jó lehet erre. Amellett, hogy én továbbra is tartom, hogy nagyon
nagy előnye egy-egy ilyen beszélgetésnek, amik az interneten keresztül megtekinthető, hogy valakinek nem kell direktben felvállalnia azt, hogy ott ül egy élő előadáson, hogy neki ezzel problémái vannak, hanem ezt megteheti úgy is, hogy a saját nappaliából, hálószobájából, házi munka közben tudja ezeket a gondolatokat hallgatni, és lehetnek felismerései. Szóval még egyszer örülök, hogy itt vagytok, és én csak hálás tudok lenni azért, hogy beszélgethetünk ezekről a komoly, sokszor nehéz témákról. Most a mai nap témája, ugye amellett, hogy most behoztuk még az előző blokkhoz az intimitást és a szexualitást, és valószínűleg itt is fog maradni még a témák kapcsán. Viszont a bizalom, amit szeretnék, hogyha érintenénk a párkapcsolaton belül, tehát mennyire látszódik az elköteleződés. Azt is ígértem, Éva, tényleg az előző részben, hogy te hoztad be a kötődés elméletet, és hogy itt szó volt arról, hogy akár a szexualitást, vagy a párkapcsolat megélését elkerülő, szorongó vagy biztonságos kötődőként hogyan éljük meg. Most megint 8 dolgot hoztam ide be, de gondolatintónak ide teszem az asztal közepére, és ahhoz a részéhez nyújtok hozzá, amelyiket szeretnétek. Önmagában a negatív aspektusaival az életnek szerintem semmi probléma, és noha megállapítottam, én még ehhez kapcsolódnék, noha megállapítottam, hogy negatívra sikerült tartalmilag, én nagyon örülök, hogy beszélgetünk ezekről a negatívumokról. Azt látom, hogy nem a negatív vagy pozitív aspektusok külön-külön jelentik a feldolgozandó információkat, hanem hogy sokan azt látják, vagy sokan úgy próbálják meg tudattalanul élni az életüket, hogy le van tagadva a negatívum. Hogy szeretnénk úgy torzítani a minket ért információkat és a velünk történt dolgokat, hogy könnyebb legyen feldolgozni, és a pozitív aspektusaira fűződünk fel. Más irányú folyamatok is működnek bennünk, mert valaki meg a negativizmusra hajlamos. Csak azt mondom, hogy a valóság az mindig sokkal üdvözítőbb lesz, mint vagy a negatívum, vagy a pozitívum. És hát ez a szomorú valóság, hogy szinte mindannyiunknak van ezeken a területeken elakadása, akár a kötődésben is, és önértékelésben, szexualitásban, intimitásra való készségben. Az, hogy nem vagyok elég jó, bár nem ez a szoros témánkhoz kapcsolódó legfontosabb mondat, de az, hogy nem vagyok elég jó, az szinte mindannyiunkat foglalkoztat, egy kicsit legalább. És nagyon jó, hogy születik az a képességünk, ahogy cseperedünk felfelé, hogy össze tudunk hasonlítani dolgokat, 5 forintost a 10 forintossal. Egy gyerek meg tudja állapítani előbb-utóbb, hogy melyik ér többet, vagy melyik a nagyobb. De abban a pillanatban megszületik az a képesség is, hogy magamat össze tudom hasonlítani másokkal, és jönnek ezek a nehézségek, hogy akkor biztos másoknak sokkal kevesebb problémája van, mint nekem, mert az ő felszínen mutatott életéhez hasonlítom a saját teljesen ismert életemet. Ehhez nem is kell csak a felszínhez hasonlítani, tehát hogy nekem inkább az a tapasztalatom, hogy annyira fókuszáltá tud válni a figyelem egy-egy problémában, hogy tényleg az ember ránéz valaki másra, neki ilyen baja nincs. Hogy 100 másik van, az nem érdekli, csak pont az enyém nincs neki. Tehát, ez tipikusan ez a szomszéd fia mindig zöldebb, vagy? Mondjuk szerintem az is egy felszínes egy picit, hanem és kerestek meg többször ilyen kérdése, hogy olyan jó lenne úgy élni, mint XY. És hát mondom, jó, hát és melyik része? Hát mert neki milliói vannak, meg nem tudom, meg szép a felesége, meg nyaralni járnak. Igen, és mondom, hogy mondjuk ehhez a pénz megkereséséhez nem látja a gyerekeit, mert 4 órát van otthon este, hogy azt is vállalnád? Ja, nem, azt nem. Hát pedig rendszerben kaphatod. Tehát, hogy inkább a probléma fókuszú gondolkodás az, ami eltereli ebben az értelemben a figyelmet arról, hogy igen, olyan baja nincsen, de 100 másik, és általában egyik a másik rovására következik be. Müller Péter bácsi mondta, hogy az optimista embereknek sem könnyebb a sorsuk, csak másfajta szemüveg van rajtuk. Tehát, hogy így ez tényleg most, amit mondtál, Ádám, ez azt indukálta bennem, hogy azért, hogyha felszín alá látnánk. Volt egyszer egy kedvenc ilyen játékom, hogyha a világ összes emberének a sorsát egy hatalmas kalapba beledobnánk, és akkor így a pereméről mindenki bele tudna tekinteni, jó eséllyel azt mondaná, hogy csak az enyémet hadd kapjam vissza. Tehát, hogy így, amikor ránézünk egy másik ember életre kívülről, akkor azt mondjuk, hogy ó, hát ez milyen ragyogó, nekem is milyen jó lenne egy ilyen, de nem látjuk azokat a részeit. Ha visszamegyünk akár a kötődés elméleten keresztül, vagy máshonnan közelítve, de a
a maga az elköteleződés, vagy a biztonságérzet egy kapcsolatban mennyire jellemző manapság, mert szerintem ha megint szélsőségektől indulunk, hogy azt mondjuk, hogy vannak próbakapcsolatok, ahol azon azt vagy viszlát, vagy van az, amikor azt mondom, hogy bármi történik, akkor sem lépek ki. Nem feltétlenül most válás irányába akarom vinni, vagy ezen keresztül, hanem a mindennapokban ez a beleereszkedés, a biztonság érzése mennyire nyilvánul meg a párkapcsolatokban. Mi a tapasztalatotok? Én magam körül azt látom, hogy ez nagyon hiányzik, és most nem a kliensekről beszélek. Ha csak a kliensekről beszélnék, akkor mondhatnánk megint, hogy biztos mennyit torzít a saját mintavételem, hogy úgy mondjam. De húsvér emberek, akik nem a gyakorlati munkám során találkoznak velem is, arról számolnak be, hogy noha az elején nagyon jól indult, de elindul egyfajta távolodás, elakadás, konfliktus kezelési nehézség, stb. És noha nagyon szeretik egymást, de szerintem már a Vali által említett kollektív traumának a következményeként is annyira nehéz megélni az intimitást, a sérülékenységet, azt, hogy vannak érzéseim, és ez azt jelenti, hogy nehéz érzéseim is vannak, és sokszor fáj, hogy távol tartjuk magunkat ettől. És ha nem tudunk megoldani együtt egy konfliktust, akkor előbb-utóbb elkezdjük kerülni azt a konfliktusos témát, vagy konfliktusforrást. Ilyen lehet például ugye a szex is, amiről az előbb beszélgettünk. Szóval én azt látom, hogy ez nagyon hiányzik, és az elején jobbára megvan, és aztán valahogy úgy alakítjuk együtt, nem teljesen tudatosan és ügyesen, hogy kopik ez a biztonságérzet. Sokszor meg lehet, persze. Én azt is látom, hogy az elején egy-két évig ez akár nagyon jól működhet, vagy akár az első 5-10 évben is, csak elkezd megkopni, mert nem tudjuk, hogy kell fenntartani adott esetben, vagy nem tudunk konfliktusokat megoldani olyan jól. Itt egy picit szembe megyek ezzel a véleménnyel, mert én inkább azt tapasztaltam, hogy a kapcsolat elején működik, de elsősorban azért, mert nincs olyan szinten tesztelve. Tehát, hogy nem a bizalom kopik el, csak nem kell olyan élethelyzetekben részt venni a párnak, ahol ezt a bizalmat tesztelni kell igazából. Ami próbára tenni? Ami próbára, igen. Igen, tehát ami próbára tenni, ugye adódnak az élethelyzetek, ahogy érik a kapcsolat, nyilván tehát a normatív krízisektől kezdve, tehát a házasság-gyerekvállalása kevésbé normatív kríziseken keresztül nagyon sok minden felszínre jön, és ott bukik ki, hogy meg tudok-e bízni a páromban, nem csak azt illetően, hogyha én azt mondom, hogy kenyér meg tej kell, akkor kenyeret meg tejet hoz a boltból, hanem azt illetően is, hogy adott esetben rábízom-e a gyereket fél napra, egy napra, mert akár munkahelyről el kell menni. Az egy másik teszt, az egy másik szintje a bizalomnak. És ha ott hiányzik, akkor véleményem szerint az elején sem volt meg, csak nem kerültek olyan helyzetbe, ahol ezt ki kellett volna próbálniuk. Vali? Szerintem az nagyon fontos, hogy a kapcsolat elején akkor azért egy ilyen idealizált képet vetítünk a másikra, tehát hogy akkor a másik, a választottunk, hát ő a legcsodálatosabb férfi, vagy a legcsodálatosabb nő, és sokkal rózsaszínebben látjuk őt, a kapcsolatot, magunkat is, tehát hogy ott van egy ilyenfajta torzítás, és hogy az törvényszerű, hogy ez változni fog, és hogy fogok azzal szembesülni, hogy mondjuk hogy néz ki, amikor reggel kikel az ágyból, vagy hogy ő is, nem tudom, rendetlen, vagy néha káromkodik, vagy nem tudom, tehát kinek mi a trigger pontja nyilván, de hogy fogok azzal szembesülni, hogy hát a másiknak is vannak olyan oldalai, amit lehet, hogy nehezebb elviselni, vagy nehezebb vele együtt élni. Egyrészt azt gondolom, hogy ez jóformán minden kapcsolatra igaz valamilyen mértékben. Másrészt pedig egyébként nagyon izgalmas, hogy ez a bizalom kérdés engem nagyon foglalkoztat, és most pont a legutóbbi cikkemet erről kezdtem el írni, úgyhogy sok gondolat kavarok bennem. És egy nagyon izgalmas megfogalmazás szerintem az, hogy a kapcsolati bizalom az tulajdonképpen mibe
vetett bizalmat jelent, mert hogy alapvetően ezt úgy értelmezzük, hogy megbízom a másikban. És akkor, hogyha ez sérül, akkor ott feltehetőleg a másik olyan dolgot csinált, ami az én elvárásaimat átlépte, vagy keresztbe húzta. És akkor azt élem meg, hogy ó, hát benne nem tudok megbízni, nem ért oda időbe a gyerekért, vagy elfelejtett bemenni a boltba, vagy nyilván ennek vannak mélyebb szintjei is, de hogy elkezd ez a megélésem lenni. És hogy azt gondolom, hogy ezt érdemes átkeretezni egy kicsit, hogy a bizalom az tulajdonképpen az iránti elköteleződésem, hogy bízok abban, hogy akkor, amikor megbántjuk egymást, vagy akkor, amikor valami fájdalmat élünk meg a kapcsolatban, akkor azt túl fogjuk élni, tudjuk egymást segíteni, tudunk róla beszélni, ott tudunk lenni egymásnak segítő társakként, tudjuk vállalni a saját felelősségünket az adott történet kapcsán, tehát hogy mondjuk az adott triggerpont az nekem miért volt annyira erős, miért olyan heves érzelmeket váltott ki, és azzal én foglalkozok, nem pedig a páromtól várom el, hogy ő oldja meg, és ő legyen pontosabb, meg rendesebb, meg ilyenebb, meg olyanabb, mert akkor megint az elvárások körforgásába kerülünk, és egy kapcsolat nem tud attól virágzóvá válni, hogy az elvárásokat nyomjuk egymásra, és próbáljuk abba a dobozba beleszorítani a másikat, meg saját magunkat is, a valós vágyainkat és motivációinkat és életteliségünket levagdosva. Ha megengedted, akkor még egyel visszább lépnék, mert itt most bár párkapcsolatról beszélünk, és az azon belül lehetséges bizalomról, mennyire gondoljátok azt, hogy ez önmagunkkal kezdődik, hogy egyáltalán magunkban mennyire merünk bízni, mert egy előző beszélgetésben elhangzott, amivel én mélyen egyetértek, hogy nyilván csak abból adhatunk, ami van. Tehát úgy szoktam fogalmazni, hogy üres tányérból nem lehet enni adni. Tehát hogyha saját magamba vetett bizalmam nincs, akkor mennyire tudom ezt megélni egy párkapcsolatban. Ezzel nem akarok üzenni semmit, kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, hogy ti mennyire látjátok azt, hogy itt a kötődés elmélet is valahol erről szól, hogy hozunk egy gyökérbevésődést azzal kapcsolatban, hogy mit gondolok a világról, a körülöttem lévő emberekről, mennyire veszélyes, mennyire lehet rájuk számítani, de önmagában van egyfajta bizalom, magunkba vetett bizalom, vagy nincs, és hogy ez mennyire jelenhet meg projekció formájában akkor, amikor azt mondom, hogy mert ő ilyen, mert ő olyan, és valójában nekem magamon kellene dolgoznom. Tehát azt gondolom, hogy bár most párkapcsolati téma kapcsán hozom ezt szóba, érdemes egy kicsit azzal is foglalkozni, hogy mennyire épülhet egy kapcsolatban a magamba vetett bizalmam is. Tehát, hogy egymást emeljük, vagy éppen húzzuk le. Örülök, hogy felhoztad, mert még az előző beszélgetésben háromszor jött elő, háromszor felejtettem el ezt a részt igazából, hogy alapvetően például a kommunikációban nagyon sokszor azért nehéz megfogalmazni nehézséget, mert aggodalmakat, mert abból indulok ki, hogy amiatt majd milyen az én megítélésem a másik szemében. És nem bízok abban, hogy jogom van igényeket támasztani, jogom van irányokat mutatni, és jogom van akár ötleteket adni egy ilyen helyzetben. Ez még a szexualitás kapcsán merült. És most azért igen, tehát kimondottan nem akartam a szexre visszatérni, hogy maradjunk egy kicsit mederben, de igen, tehát ez a helyzet, hogyha valamiért egy ötletemet, például a szexben, de párkapcsolat szintjén ez legyen egy nyaralás is nagyon egyszerűen, elutasítják, akkor azt automatikusan önbizalomvesztésként érem meg, vagy élem meg, mert hogy rossz, nem tetszik, akkor én kevés vagyok, nem tudok valamit nyújtani. Tehát, hogyha a véleményemet, vagy az én ötletemet valaki nem értékel, akkor érezhetem úgy, hogy engem nem értékel. Igazából igen, vagy egy részemet, vagy csak nem tudtam olyat nyújtani, ami értékes. És nagyon sokszor ezt kiterjesztjük, tehát nem az ötletem értéktelen, mert rossz ötlet is lehet egy adott ötlet, csak annyira lényemnek tekintem azt az ötletet abban a pillanatban, hogy így nem az ötletem volt rossz, hanem én vagyok rossz, hogy egyáltalán ilyen az eszembe jutott. Én azt látom, hogy akik önbizalomhiánnyal küszködnek, és mondjuk azzal fordulnak hozzám, hogy ebben szükségük lenne segítségre, azok
meg szoktak lepődni, amikor arról kezdek el nekik beszélgetni, hogy a bizalom, amit mások iránt éreznek, az nagyjából teljesen szerintem megfeleltethető annak a bizalomnak, amit saját maguk iránt éreznek. Ezzel gondolom nem vagy népszerű ezzel a mondatoddal feltétlenül. Nem tudom, ennek kapcsán még nem kaptam visszajelzést, de ha a másikról azt látom, hogy betartja, amit ígér, és jellemzően akkor is azt teszi, ami helyes, amikor sokkal könnyebb lenne valami könnyűt csinálni, akkor elkezdek benne megbízni. De amikor oda kerül a sor, hogy a saját önbizalmammal foglalkozzak, akkor nem gondolok arra, hogy nagyon nehéz lesz úgy megbízni magamban, ha az összes fogadalmamat és változásra tett ígéretemet és vágyamat sútba dobom néhány hét után, mert nem tudok kitartani, vagy nem akarom magam megerőltetni. Tehát a saját magamnak tett ígéretek rendkívüli módon befolyásolják, hogy mennyire lesz önbizalmam, és itt bejön a képbe az, hogy akkor abból indulhatok ki, hogy tudattalanul nem feltétlenül jut eszembe, hogyha én sem tartom be a saját magamnak tett ígéreteket, akkor egyrészt hogy várjam a másiktól, hogy betartja, amit nekem ígér, másrészt azt feltételezhetem, mondom újra, hogy nem biztos, hogy tudatosan, hogy ő sem tartja be a saját magának tett ígéreteket. Mm-hmm. Én még egy kicsit Ádámhoz visszakapcsolódnék, hogy, és az előző beszélgetésünkhöz is, hogy itt szerintem nagyon erősen bejön az a kép, az a családdinamikai kérdés, hogy gyerekként mi a pozíciónk. Mert hogyha anyának és apának van egy elvárása felém, hogy én legyek egy jó kislány vagy jó kisfiú, és tanuljak jól, és ezek a klasszikus dolgok így előkerülnek, és ilyen értelemben mondjuk úgy, hogy el vannak nyomva azok a motivációim, vagy azok a próbálkozásaim, vagy azok az ötleteim, amik nem ennek az irányába mutatnak, akkor megtanulok ebben a létben működni, és felnőttként pedig visszaköszönhet ez olyan módon, mint ahogy Ádám megfogalmazta, párkapcsolatban, hogy azt élem meg, hogy fú, most butaságot mondtam, vagy most ez az ötlet, ez tényleg milyen hülyeség volt, de elkezdem magamra vonatkoztatni, mert azonnal azt a gyerekkori élményt idézi fel bennem, amikor a szüleim azt üzenték, akár szavakkal, akár más kommunikációs csatornákon, hogy én buta vagyok, vagy hülyeséget csináltam, vagy nem vagyok jó úgy, ahogy vagyok, vagy én így fordítottam le magamban gyerekként. Tehát, hogy nagyon-nagyon mély rétegeket tud triggerelni egy egészen apró mozzanat is egy párkapcsolatban. Most azért azt gondolom, hogyha nagyon sokunk felidézni azt a szituációt, mikor a gyermeki létben először mert más véleményen lenni, mint a szülei, hogy mennyire kapott erre támogató hátteret, fogadtatást, közeget, ahol azt mondták, hogy milyen jó, hogy neked más ötleteid vannak. Mert ha így történt volna, akkor valószínűleg lehet, hogy okafogyottá válna ez a beszélgetés, vagy ez a része a beszélgetésnek. Azt tudom mondani, hogy az eddigi visszajelzések alapján, akikkel erről beszélgettem, inkább az volt a jellemző, hogy ilyen és hasonló mondatok hangzottak el, hogy amíg az én kenyeremet eszed, mert addig nem kell osztani az észt, majd ha letettél valamit az asztalra, akkor lehet más véleményed, és a többi. Hogy szerintem azért ezek nagyon erősen jelen lehetnek egy párkapcsolati dinamikában és a későbbiekben, amit Ádám is mondott, illetve most mind a hármatokhoz csatlakoznék ezzel, hogy felmerem vállalni a véleményemet, hogy nekem másra volna szükségem, én nem ide mennék nyaralni, én nem erre vágyom a hálószobában, én nekem lenne egy saját igényem, tudom ezt definiálni, és a másik lépés, hogy merem ezt kommunikálni, és hogy milyen hatása, mi relációban lesz a bizalommal. Alapvetően maximálisan egyetértek ezekkel a gondolatokkal, de néha elfeledkezünk arról, hogy a gyermek is születik egyfajta temperamentummal, és nem biztos, hogy minden gyermek megmer szólalni még egyszer, ha egyszer egy ilyen visszajelzést kap, hogy nem lehet saját véleményed, vagy nem lehet az enyémtől eltérő véleményed. De vannak olyan gyerekek ritkábban, akik egy ilyen helyzetben azért nem riadnak meg, és tényleg mondjuk tartósan tudnak ellenvéleményt megfogalmazni, vagy azt mondják, hogy attól még, hogy te így nőttél fel, vagy a te generációd így gondolta, én merem másképp gondolni, és nem
éli azt meg, hogy muszáj egyet érteni, vagy attól, hogy az anyukája, apukája haragszik rá, vagy negatívat jelzett vissza neki, el kellene hallgatni. De azért ez csak egy aspektus, meg nem ez a legmeghatározóbb aspektus, de néha ettől is függ, hogy egy gyermek egy ilyen helyzetben visszaria, de hogy ő adott esetben, hogy mennyire érzékeny temperamentummal született, és távol álljon tőlem, hogy azt mondjam, hogy van az a jelenség, hogy túlérzékenység, és most elkezdjem a gyerekeket hibáztatni. Mert azt gondolom, hogy a túlérzékenységnek nevezett jelenség, amit felnőttként mondjuk megállapítunk egymásról, az gyakran nagyon is érthető, hogy kialakult, mert annyi bántást kapott adott esetben az a személy. Viszont van egy ilyen aspektusa is ennek a kérdésnek, hogy egy gyerek utána mer-e még feleselni, vagy nem. De ehhez kell az a beágyazottság, hogy mondjuk ebben a családban egyébként úgy élem meg magam, hogy visszaszólhatok. Még ha nem is tetszik nekik, de nincs abból semmi baj, ha visszaszóltam hosszabb távon. Tehát még az első 5 percben ott összeszólalkozunk, de aztán fél óra múlva ugyanúgy megy minden tovább, és senki nem haragszik senkire. Beugrott, hogy amit itt most érintünk, ez az elfogadottság érzése, átmehet egy olyan irányba, amit ugye Martin Seligmannak köszönhetünk, ez a tanult tehetetlenség, amikor már elfogadjuk alapértelmezetnek magunkra vonatkoztatva, hogy nekünk nem lehet véleményünk, nekünk nincsenek jó ötleteink. Egyébként, ha a vírus most nem szól közbe, akkor ő eljött volna Magyarországra megkívásomra, és remélem, hogy jövőben lesz még erre lehetőség, hogy élőben tanulhassunk tőle, csak most közben olyan jó érzéssel fogott, amíg Évát hallgattam, hogy ez egy annyira akut jelenség ma szerintem, ez a konformitással egybeforva, ez a mereke még kiállni magamért, ez nagyon-nagyon háttérbe került, és erre rámerünk nézni, mert megmerem vizsgálni azt, hogy hányszor nem lett egy saját véleményem, vagy most is inkább elfolytom, és már nem szólok vissza. A visszaszólás az mondjuk egy nagyon érdekes dolog, amit mondtál, Iva, mert most ott tényleg ugye akkor úgy élheti meg a család felnőtt része, hogy én visszafeleselek, de egy egyenrangú kapcsolatban, amit mondtad, ugye itt többötök elhangzott, mondtátok, hogy a gyerek milyen pozícióban van a családon belül, és ez a későbbiekben ez hogy rányomhatja a bélyegét. Én vissza szeretnék utalni Seligmannra. Ugye az ő kísérleténél általában ott szoktuk abba hagyni a kísérletnek az ismertetését, hogy azok a kutyák, akik korábban áramütést kaptak, és nem tudtak kimenni a ketrecből, utána, amikor az áramütést úgy kapták, hogy a ketrec ajtaja nyitva volt, akkor sem mentek ki. Tehát, hogy nem veszük észre a más lehetőségeket, a kivezető utat mondjuk egy bántalmazó helyzetből, most így átültetve a hétköznapokra. Viszont az fontos, hogy a kísérletben utána ezeket a kutyákat többször kihúzták a nyitott ajtón, és meg tudták azt tanulni, hogy ki tudnak menni. És ez azért nagyon fontos, mert hogy ennek ott van az az üzenete, hogy meg tudjuk tanulni. Tehát van arra lehetőségünk, hogyha ez a tanult tehetetlenség a miénk valamilyen mértékben, akkor van arra lehetőség, hogy ezt újra tanuljuk, és észrevegyük, hogy kiléphetünk azokból a helyzetekből, hogy megvédhetjük magunkat, hogy lehet véleményünk, hogy visszaszólhatunk, hogy képviselhetjük magunkat. Csak pont a tanult tehetetlenségről jutott eszembe, hogy ez egyfajta rövid látás igazából, tehát a közvetlen minket érintő helyzeteket mérjük fel, és ugye nem tudunk egy lépéssel tovább nézni rajta, hogy szoktam példálózni, azt nem tudom, láttátok-e, vagy sokat keringett az interneten mémként, amikor az egy ló egy ilyen kiló 20 dekás kerti székhez van kikötve, tehát hogy így mehetne hova akar, de hogy ugye megtanulta, hogy a zabla ott van a szájában, a másik vége rögzítve van, akkor ne próbálkozzon. És hogy ezt szoktam igyekezni én is átadni, hogy nézzünk már rá arra is, amihez ki vagyunk kötve, hogy az mennyire rugalmas, vagy mennyire fix. Mert nagyon sokszor csak annyi kell hozzá, hogy tényleg így egy picit madártávlatból nézzünk rá az életünkre ezzel kapcsolatban. Nekem most azért tetszett nagyon ez a példa, vagy így, ahogy elképzeltem, hogy a lónak hátra kell néznie ahhoz, hogy észrevegye, hogy mihez van kikötve, és valahogy az önismereti út jutott eszembe, hogy nekünk is egy kicsit hátra kell nézni a múltunkban, hogy tulajdonképpen miből is jövünk, és lehet változtatni. Igen, és nagyon fontos, hogy Vali kiemelte, hogy az egy dolog, hogy üzente a szülő azt, hogy nem vagyok elég jó, vagy buta vagyok,
Egy másik lehetőség pedig tényleg az, hogy vagy én értelmeztem úgy, és lehet, hogy helyzetekben úgy értelmezem, hogy nem mondhatom meg a véleményemet, és aztán nagy meglepetések szoktak lenni, hogyha meg valaki elkezdi megkísérelni, akkor eljön, hogy semmi nem történt. Igen, erre is vannak kísérletek, vagy ilyen megfigyelések, hogy ugye amikor valahova megérkezem, és azt látom, hogy mondjuk X ember beszélget, és nevetnek, miközben rám néznek, hogy én azt hogyan fordítom le magamban, hogy ú, biztos, hogy engem kinevettek, és rólam beszéltek, vagy pedig nevettek valamin, és pont felém néztek, ahogy mondjuk beléptem az ajtón. Tehát, hogy ez is nagyon sokat elárul a belső valóságunkról, hogy hogyan értelmezünk különböző szituációkat. Folytatva ezt a gondolatmenetet, szerintem ennek a potenciális lehetősége mellett, ami nagyon üdítő, amit most mondtál is, Fali, hogy igenis megfejlődhetjük ezeket az elakadásokat, van egy olyan lehetséges, toxikus oldala is, hogy önbeteljesítő jóslattá válik. Most itt arra gondolok, hogyha én mindig azt hiszem, hogy mindenki rólam vesz, és mindenki rossz véleménnyel van, akkor egy idő után igenis azt élhetem meg, hogy na, megint rólam beszélnek, na, megint nyakon csípem magam, hogy ezt feltételezem, és ez egy ilyen körforgássá válik. Most itt a párkapcsolathoz kanyarodnék vissza, mert ez a gondolatmenet, amit most körbejártunk, itt érintettük a gyermekkori lehetséges bevésődésöktől kezdve, a mindenféle irányban voltunk, hogyha visszamegyünk a bizalomhoz és a párkapcsolathoz, akkor ott az a kérdésem, hogy ezek hogyan kezelhetők, hogyan építhető közös elhatározással az egymás iránti bizalom egy kapcsolatban, illetve az egymás bizalmi szintje is. Mert ugye itt arról beszélünk, hogy két egyén fejlődéséről van szó, majd itt az elfejlődést is szeretném, mint potenciális veszélyt érinteni egy-egy párkapcsolatban. Maradva annál, hogy mondjuk, hogyha ketten nézik ezt a beszélgetést, és azt mondják, hogy hú, igen, nekünk ezen dolgoznunk kellene, mert igen, én is sokszor most már elmerem mondani, hogy nem feltétlenül bízom benned azért, mert, és akkor van egy ilyen nyílt kommunikáció, az veszélyeket is rejt, mert ott megint sebezhetővé válok, megint megkaphatom a magamét és a többi, de hogy azt a kérdésem, hogy mit javasoltok, hogy hogyan lehet ebben tudatosan fejlődni, hogyha most idáig esetről beszélünk, mind a két fél nyitott. Nekem az a véleményem, tehát volt több ilyen megkeresésem, hogy a bizalmat azt nagyjából csak megszavazni lehet, tehát megszavazni és eljátszani. Mert például klasszikus példa bármilyen megcsalásos történetben eljönnek, és akkor hogy a bizalom visszaépítése. És rögtön az első pont, hogy rendben, de egy ilyen helyzetben a bizalom visszaépítéséhez a másiknak azt kell bizonyítania, hogy nem tett, vagy nem tesz meg valamit. Tehát gyakorlatilag egy logikai bookfence-be kerül az, aki ezt egy módszertől várja. Tehát az én véleményem az, és erre szoktam rávezetni a klienseimet, hogy ha ezt akarja, akkor muszáj neki megszavazni a bizalmat, amit nyilván ott van a sérülékenység, hogy megint eljátszhat, de nem nagyon van más módja. Ezzel együtt egyébként én azt gondolom, hogy nagyon sokat lehet azért tenni, hogy valahogy a másik megnyugtatása érdekében megcsalás után, vagy egy hosszabb viszony után bizonyítsa az egyik fél, hogy nincs olyan történés jelenleg az életében, ami miatt a másiknak félni kellene. Ezek extrémnek tűnnek azok számára, akiknél nem sérült a bizalom. Nem az egészséges kapcsolatokat írjuk le az ilyen technikákkal, de például ugye adott esetben mondjuk a bankszámlának a transzparencia például, hogy egy bankszámlát átnézhet az egyik partner, hogy nem költötte olyan éttermekben. Tehát ezek az apró dolgok segíthetnek a bizalmat visszaállítani. Nyilván jóvátétel is kell hozzá, meg még nagyon sok minden kell hozzá, tehát erről több órát lehetne beszélni, hogy egy megcsalás után hogyan lehet visszaépíteni a bizalmat. És hogyha az érzelmi biztonságérzetem helyreáll, ha a másik érzelmileg elérhető a számomra, bevonódik a kapcsolatban, a beszélgetéseinkbe, fontos számára, hogy én mit érzek, hogy érzem magam, és arra reagál, akkor elkezd elfelejtődni ez a sok technikai aspektus, hogy amúgy láttam-e a hívás előzményeidet, megnézhetem-e az üzeneteidet, ha bármikor szeretném, mert elkezdem megélni, hogy itt van a másik nekem, és foglalkozik velem, és számítok. És ez az, ami előbb-utóbb átveszi annak a helyét, hogy
technikailag bizonygatni kell valamit, hogy nem történik a hátad mögött semmi. Ez szerintem egy nagyon meredek téma, ahova most kerültünk, Éva, és ezt köszönöm neked, mert ez mindig szerintem egy nagy dilemma, hogy hol van az egészséges határ, az, hogy mi az, ami az intim szféra, és mikortól van az, hogy most gondolok itt például akár azt, hogy a telefon. Van egy ilyen megközelítés, hogy amikor ilyen fenntartások vannak emberekben, hogy talán mémként jelenti így meg, hogy vajon hány kapcsolat maradna együtt, ha a pár mindkét fele a másiknak odaadná a telefonját egy fél órára. És itt az a kérdés, mert most amit behoztál, én arra szeretnék, hogyha reflektálnátok, hogy az mondjuk értem, hogy közös bankszámla egy párkapcsolatban, és értem ezeket a dolgokat, de van-e határ abban, hogy hol van az egészséges, most nem egy megcsalás után, most ebből lépjünk ki, kérlek titeket, hanem nézzük azt, hogy feltételezzük, hogy van egy párkapcsolat, ahol nem történt még ilyen típusú bizalomvesztés. A kérdés az, hogy az normális-e, hogy tudjuk egymás PIN-kódját, tudjuk egymás, nem is PIN-kód, hanem hogy hívják ezt a képernyőkódját, hogy bármikor hozzáférhetek, mindenben van betekintésem, vagy van-e egy egészséges határ abban, hogy azért ez van egy intim tér, ami az enyém. Tehát ezt ti hogy látjátok? Hát szerintem az első fontos különbség, amit tenni kell itt, hogy ezeket azért biztosítom, mert megbízok benne, vagy azért, hogy bízzon bennem. Ugye most az alaptémánk az a bizalom, és itt az a kérdés, hogy bizalom, bizalomvesztés, bizalom szavazása, ahogy mondtad, tehát hogy ennek kapcsán igen. Igen, csak hogy ugye van különbség a között, hogy én bízok benne, és mondjuk odaadom neki a telefonom, vagy odaadom neki a telefonom, hogy bízzon bennem. Mert pont az előzőre visszatérve, az eszközök, amiket használunk akár egy ilyen helyzetben, egy közös számla jó, viszont könnyen létrehoz egy olyan helyzetet, ahol ehhez kötjük a bizalmat. Tehát csak azért bízom benne, mert megnézhetem a telefonját. És ez nem biztos, hogy a legjobb megközelítés minden esetben. Hát illetve az sem biztos, hogy ettől bízni fogok. Tehát azért kérdés, hogy mondjuk ez mennyire egy ilyen kényszeres dolog, hogy aztán már belenézek a telefonba, meg az e-mailekbe, meg a mindenhova, de hogy ezt ilyen repetitív módon csinálom, és naponta, vagy hetente, vagy nem tudom mennyi időközönként átnézem, hogy azért azt ott már érdemes megvizsgálni, hogy e mögött mi van. Tehát, hogy ott olyan, mintha már igazából várnám azt, hogy mikor fog lebukni. Várnám azt, hogy mikor fog megerősödni az én alaphitem, hogy nem lehet megbízni a másikban. Uh-huh. Szóval azért itt szerintem nagyon nagy kérdés, hogy milyen mértékű betekintésről van szó, illetve hogy kinek mi a komfortos. Azért én alapvetően azt gondolom, hogy a privát szférának kinek mit jelent ez, meg kellene maradnia. Tehát az, hogy létrejön egy kapcsolat, hogyha most a két embert egy-egy halmazként képzeljük el, és a kapcsolata az átfedés, akkor ott nyilván lehet kisebb és nagyobb, de azért teljes átfedésre törekedni, az nem egy egészséges kapcsolat. Tehát azért mindkét félnek, felnőtt emberekként meg kell, hogy legyen a maga vágya, elképzelése, világlátása, maga élete, tehát hogy azért kell, hogy legyenek különbözőségek. És én hangsúlyoznám a különbséget, amit a kérdésben megfogalmaztál, hogy nagyon nem mindegy, hogy egy még nem sérült bizalomról van szó, vagy egy nagyon sérült bizalomról van szó, és az, amit a megcsalás feldolgozásában eszköznek tekinthetünk, és elvárhatónak adott esetben, hogy a másik megcsinálja, ha szeretne dolgozni azon, hogy helyreálljon a bizalom, az egyáltalán nem tekinthető elvárhatónak egy még nem sérült bizalom kapcsán, ahol nem kell ezen dolgozni. Az, hogy megvan a potenciális lehetőségem arra, hogy belenézzek a másik telefonjába, egyáltalán nem biztos, hogy bele is kell, meg hogy én belefogok, és hogyha egyébként bízom a másikban, akkor valószínűleg pusztán attól, hogy tudom az ő PIN-kódját, nem jelenti azt, hogy nézegetni fogom, amiket beszélget másokkal. És én itt kiemelném annak a jelentőségét, hogy a másik tudta nélkül nézek bele abba, amit ő beszélget. Mert ha megadjuk egymásnak a PIN-kódot, akkor ott van egy megegyezés arról, hogy ha akarnád, megnézhetnéd, meg tudhatnád, meg nem félek, hogy a hátam mögött nézegetni fogod, de az elvi lehetőség adott esetben ott lenne rá.
vagy nincs ilyen engedélyem a másik számára, és ő mégis kutakodik. Ebben az esetben szerintem máshogyan is sérül a bizalom, és lehet, hogy aztán egyébként talál olyat az a személy, ami után kutakodott, de hogy ez a levéltitok sértés, ez nagyon komoly sértése szerintem a határoknak. Mind a hárman érintettétek a sérült bizalmat, és itt legfőképpen a félrelépések kapcsán alakulhat ki egy ilyen helyzet, ha jól értettem. Ott a kérdésem az, hogy szem előtt tartva, hogy nem lehet kijelentést tenni arra, hogy A vagy B, de mégis egy picit az eddigi tapasztalataitokat figyelembe véve, mit mondanátok, hogy mennyire állítható helyre a bizalom egy-egy ilyen bizalomvesztés után? Maximálisan. Egyetértek, tehát visszaállítható. Egy lépés valahol nekem kimaradt, hogy maga, ha most megcsalásról beszélünk, is jöhet létre egy sérült bizalom mentén. Tehát ott már nehezebb a dolog, mert ott a történés, mert ugye a sérült bizalom következmény, és nem a bizalom sérül a történés után feltétlenül. Tehát először volt bizalomvesztés, és az vezetett egy esetleges félrelépéshez, jól értem? Például, igen. Vagy hogy sose bíztak egymásban. Vagy, igen. Hát most igen, tehát ebben a történetben a kettőnek ugyanaz az útja, mindegy, hogy honnan indult ki, de igen. Volt egy erős kijelentésed, Ádám, amikor azt mondtad, hogy a bizalmat vagy meg lehet adni, vagy színlelni. Azt mit értettél az alatt? Szavazni. Színlelni. Nem mondtam. Szavazni. Eljátszani. Eljátszani. Ja, köszönöm. De az nem, igen, de az nem a színlelés, mint eljátszás, hanem ugye elherdálás értelmében. De jó, hogy erre visszatértünk, mert ez azóta itt motoszkált a fejemben, hogy ez az eljátszani, tehát ez én a színlelésre asszociáltam. És te úgy mondtad, hogy eljátszani, hogy a megelőzeget bizalom, a visszaélni. Igen. Hú, ez remélem, hogy azoknál, akiknél hasonlóképpen ez így beakadt, ez most helyre tette, mert ez engem foglalkoztatott azóta, és sajnálom, hogy akkor nem kérdeztem rá, valamelyik hölgy vitte tovább a gondolatfűzért, és akkor az így bennem nyitva maradt, de köszönöm, és most már így értem. Én még annyit hozzátennék itt a megcsalás utáni bizalom visszaépítéshez, hogy az fontos, hogy ez a bizalom akkor tud visszaépülni, hogyha ez tényleg egy megdolgozott folyamat révén jön létre. Tehát, hogy ezt azért emelem ki, mert én sokszor találkozom azzal, hogy egy ilyen öngyőzködés kezdődik, hogy jó, hát ez sok kapcsolatban megtörténik, jó, most ezt akkor így elfelejtem, vagy félreteszem, jobb lesz úgy az életünk, hogyha most ezen túllépünk, és akkor úgy csinálunk, mintha meg se történt volna. Hát ezek nem oda szoktak vezetni, hogy a bizalom visszaépül, hanem egy ilyen végtelen játszmába. Szóval ezt azt gondolom, hogy fontos kiemelni, hogy ennek megvan az útja, amiben megvannak nyilván a fájdalomfeldolgozás, vagy veszteségélményeknek a feldolgozása, és aztán az újraépítkezés. Igen, az csak egy nagyon kezdeti stádium ebben a folyamatban, hogy adott esetben teljes transzparenciát biztosít az egyik fél, hogy a másik az elején mondjuk ne rágja le a 10 körmét, hogy most akkor miért késett a munkából, megint azért késett, megint a munkatársnőjével van adott esetben, és mint mondtam, hogyha egyébként utána egy érzelmi elérhetőséget megtapasztal az a fél, aki a bizalmát elvesztette, ezek jelentéktelenné válnak, és meg kell, hogy történjen olyan jóvátétel, meg kell, hogy történjen olyan feldolgozás, hogy gondolkozzunk arról, hogy mi vezetett idáig, és hogyha ebben adott esetben mondjuk személyiség problémák vannak, elköteleződéssel, bizalmatlansággal, biztonságos kötődéssel kapcsolatos problémák vannak, akkor azon egyik vagy mindkét fél dolgozik-e vagy nem. Mert mitől is lehetnék nyugodt, hogy nem történik meg újra, ha nem csinálunk semmit? Én erre gondoltam, amikor feltettem azt a kérdést, hogy ha az volt a egyértelmű határozott véleményetek, hogy igenis helyreállítható, és én itt azt gondolom, hogy egy fontos tényező hozzá, amire most utaltál is, Éva, hogyha mind a két fél akarja, és mind a két fél hajlandó dolgozni rajta. Igen, és ahhoz tudok csatlakozni, hogy kell tudni teremteni olyan feltételeket is, ahol
ahol meg, tehát tudomásig bizonyítani, tehát hogy ez a, és itt a problémám az eszközökkel, hogyha adott esetben követhető a telefonja, vagy bármilyen módon a számítógépe, akkor nem teremtem meg azt a feltételt, hogy ő bizonyítani tudja, hogy egy adott lehetőségben sem élne mondjuk egy, nem tudom, pornó oldal megnézésével, vagy egy megcsalással, vagy egy bármivel. És úgy nehezebben épül a bizalom. Hát ez egy nagyon fontos téma, és azt gondolom, hogy erről még akár órákig tudnánk beszélgetni. A mostani beszélgetésünk ideje vagy időkerete az nagyjából a végéhez érkezett. A kérdésem az, hogy még ebben a témában szívesen hozzáfűznétek-e valamit, amivel zárjuk a mostani beszélgetésünket. Nüansznyi dolgokon múlhat sokszor a bizalom. Azt hiszük, hogy nagy csinnadrattával kell elérni azt, hogy a másik megbízom bennünk, de adott esetben tényleg elég ennyi, hogy ha hozzászólok és nem érzem jól magam, akkor leteszi a telefonját, teljes figyelmével odaszentelődik-e, engem választ-e, vagy a nagyon izgalmas filmnézést, amikor nekem rossz estém van, és fel tudja áldozni a saját szabadidős tevékenységét, hogy egy kicsit is tápolja a lelkem. Ezek nem nagy dolgok, de ha megélhetem rendszeresen, hogy ott van nekem a másik, akkor nagyon szépen tud épülni a bizalom. Hát köszönöm szépen akkor, hogy ezúttal is itt voltatok velünk, és ilyen nagyon fontos, mély, hasznos témákról, sokakat foglalkoztató témáról beszélgetettünk. Köszönöm szépen nektek. Nektek pedig köszönjük a újfent a megtisztelő figyelmet, hogyha szeretnétek a jövőben is értesülni a következő témákról, beszélgetésekről, akkor iratkozzatok fel itt a csatornára, és azt is köszönjük, hogyha ez alkalommal is egy-egy kommenttel jelzitek vissza nekünk azt, hogy mi az, ami a leginkább foglalkoztatott, elgondolkodtatott, felismeréseket adott. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, hamarosan újra találkozunk, nektek pedig még egyszer köszönjük, hogy itt voltatok és beszélgettetek velünk.